1634. június 27-én Bécsben a Szent István dóm falai között egy 14 éves magyar diák tartotta a László napi beszédet az egykori magyar király emlékezetére. Akkoriban körös körül gyűlölettől fűtött tartományok. Az országban fejetlenség uralkodott. Megszűnt a kereskedelem, hiányzott az adó, a nép megzavarodott, a polgár rettegett. Mindenki az ország pusztulását jósolta. Mit gondoltok, hallgatóim? Mit tett László? Megállt a veszedelemben, mint a cédrus. Bölcsen kormányzott. Hadba vonult, együtt élt a közvitézekkel, őrt állt, Isten szabad ege alatt táborozott, mint a gyalogosok. Győzelmet aratott és elűzte az ellenséget. Királysága alatt Magyarország boldog és békességes időre jutott. Orbán pápa és az egész kereszténység erre a vitéz királyra bízta a török megfékezését. Ki volt ez az egykori diák, aki úgy idézte Szent Lászlót, hogy a maga koráról beszélt, és saját életcélját fogalmazta meg? Gróf Zrínyi Miklós Csáktornyomra. Nagy magyar költő, híres hadvezér. Ahogy az utókor mindig is számon tartotta. De ma új történeti források alapján tudjuk ennél sokkal. A Zrínyi család ősei horvát és dalmát grófok. A 14. században Lajos királytól megkapták a horvátországi Zrín várát, és ettől kezdve használták a Zrínyi nevet. Zrínyi Miklós öccsével, Péterrel együtt korán árvaságra jutott. Gyámjuk Pázmány Péter esztergomi érsek volt. Miklós már fiatalon kobzon játszott, lírai verseket írt és habzsolta a könyvet. 1636-ban beutazta Itáliát. Hazatérve Csáktornyán, alig 40 kilométerre a török határszéltől, Kanizsa várától, Közép-Európa egyik legjelentősebb főúri udvarát és könyvtárát teremtette meg. A csáktornyai könyvtár a korabeli egyetemes műveltségtárháza. Minden érdekelte. Elsősorban a különböző népek története, a költészet, a politika, a hadtudomány és az építészet, a matematika, az orvostudomány, Kolumbusz utazásai, híradások az Újvilágról, Amerikáról. 1648-ban elnyerte a horvát báni tisztséget, a magyar királyság harmadik főméltóságát. Akkor már több mint egy évszázada, hogy Magyarország egykori területén három hatalom. Csak neve van országunknak inkább, hogy sem valósága. 1648 nyarán így jellemzi Magyarország helyzetét. Kivették a magyarok kezéből saját országuk kormányzását. Az állami önállóság folytogató hiányát Zrínyi saját gazdaságában is érzi. Birtokainkat, mikor átvettük, zűrzavarban találtuk. A ősi birtokainkból a ránk törvényes örökösre maradt, de elidegenített birtokokat nagy költséggel nem csatoltuk volna vissza, alig tarthattuk volna fenn magunkat. Korszerűen gazdálkodik. Öccsével együtt megnyitják a csabari vasoficinát, ércbánya, olvasztóhuta, kovácsoló műhelyek és raktárak együttesét. Bukkariban forgalmas kikötőt építenek. Kereskedőhajóik marhával, sóval, fa és vasáróval megrakodva vitorláznak Velencébe, és keleti fűszerekkel, textíliával térnek vissza. A köztársasággal kereskedelmi szerződést kötnek. De mivel ez sérti a Habsburg kormányzókörök érdekeit, az ügyből az 1650-es évek elején majdnem nemzetközi konfliktus robban ki. Az udvar józanabb körei tudják, a báni várkerület mintegy 20 000 főnyi katonaságának fizetését, ellátását nagyobb rész Zrínyinek kell fedeznie, s a határ mentén megszaporodtak a török betörések.
Az ország védelmi rendszere akkor jutott a bomlás és pusztulás állapotába, amikor Európa a török új terjeszkedésére ébredt. Zrínyi a török területeken kémeket tart. Tudja, hogy bár az oszmán birodalmat belső bajok emésztik, még mindig hatalmas. Európa csak nemzetközi összefogással több ország közös erejét egyesítve győzheti le. Magyarország pedig csak úgy vállalkozhat a török kiűzésének történelmi feladatára, ha előbb rendbe hozza belső dolgait. Zrínyi erre a felismerésre építette reformprogramját. Jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak. Az török, hogy legkönnyebben meggyőzhet, azok oka mi vagyunk. Mert legerőtlenebbek, egyenetlenebbek és rendetlenebbek vagyunk. Az egész ország prókátorukból áll, melynek nincs haszna a hadakozásban. A feladat, amire vállalkozott, csak nem lehetetlen. A hadsereg, a nemesség, a kormányzás megújítása, és mindenek előtt az, hogy a társadalom nyerje vissza a korabeli értelemben vett nemzeti önbecsülését. Híres könyvét, melyben Szigetvárát védő dédapját, Zrínyi Miklóst, és hős magyar és horvát katonáit idézi fel, Bécsben nyomtatta ki. Fegyvert s vitézt éneklek, török hatalmát, ki megmerte várni Szulimán haragját. Ama nagy Szulimánnak hatalmas karját, az, kinek Európa rettegte szabjáját. Prózai műveinek előszavában írja. Ti vitézséggel tündöklő dicsős magyarok, a ti világfottáig jó hírrel megmaradandó cselekedeteteket mindáltal olvastam, azukból mind tanultam, mind megbátorodtam, okot adtak azok én nékem, hogy rómaiak vitézségét is szemléljem, mind ezekre osztám magam emlékezetiért, ezt a kis könyvecskét írtam. Egyik műve a tábori kis trakta, mai nyelvre fordítva, értekezés a tábori katonaságról, hadtudományi munka. A hadsereg szervezés, hadellátás és a táborozás tudnivalóinak a hadvezéri felkészülésnek a kézikönyve. Majd számba vette az ország adottságait, a hadakozás gazdasági, erkölcsi, társadalmi és lélektani feltételeit. A munkából remek mű született, a vitéz hadnagy. Ihon tehát, amely szimbólum gyakorta, az én szájamban forog. Sorsbona nihil aliud. Én azt akarom kihozni ebből, hogy kiki használjon, szolgáljon hazájának, amint legjobban lehet. És ne válasszon magának könnyebbséget, mert azzal nemhogy használna, sőt árt hazájának, hanem olyant, akiből a magyar nemzet tapasztalható hasznot vehet. A társadalom és a katonaság reformját összetett feladatnak. Nincs hasonlatosság, aki jobban egyezzék egymással, mint a vitézség az órával. Az jó órát sok részből, sok sutubból, sok kerékből csinálták meg. És ha annak csak legkisebbik része is megbomlik, mind a többi is héjában való és haszontalan. A vitézségnek óráinak kerekei ezek. Józanság, tudomány, bátorság, értelem, gyorsaság, experiencia és száz más. 1655-ben országgyűlésre hívta össze harmadik Ferdinánd császár a magyar rendeket. Fiát, a 17 éves Lipótot a rendek azzal a feltétellel választották magyar királynak, hogy uralkodása alatt kiűzi a törököt az országból. Pozsonyban Nádort is választottak. Az ország Zrínyit szerette volna látni az első főméltóságban. A Habsburg kormány férfiak azonban a jelöltek közé sem vették fel. Veselényi lett a Nádor. Zrínyi tudja, az idő sürget. Az üdőt megválasztani talán a hadakozásnak legnagyobb titkaiból való dolog. Mi lenne, ha mindnyájan egybefognánk? Ha a lengyel egyfelől, olasz másfelől, mi innen, a perzsa kazulbasa túlsó részről rázdi kezdenénk az ottomán fának fundamentumit. Velencések előttök való okáért,
pápa hitünk terjedésért, német azért, hogy idő és alkalmatosság vagyon rá. 1657 elején II. Rákóczi György a svédekkel összefogva hadjáratot vezetett Lengyelországba. Zrínyi nagy reményeket fűzött a vállalkozáshoz. Ha Rákóczi elnyeri a lengyel koronát, Báthory István példáját követve nemzetközi összefogást szervezhet a török ellen. A kereszténységbeli állapotok miben legyenek, tudom, nagyságod is tudja. Úgy látni, hogy az fátum nagy változásokat készít. Az Isten engedje, hogy az erdéli fejedelem által virradjon meg szegény magyarra. A hadjárat összeomlott. A lengyelek eredményesen védekeztek, a svéd király elhagyta szövetségesét, és Konstantinápoly megbízásából a tatárok az egész erdélyi sereget elfogták. A szultán saját hívét akarja fejedelemmé tenni. Rákóczi azonban új sereget toboroz, és nyílt háborút kezd a törökkel. Bécsben meghal III. Ferdinánd, Lipót és kormánykőre kezd uralkodni. Láttam az új királyt, az új udvart, az új minisztereket, de bizony semmi sem új a nap alatt. A magára hagyott Rákóczi halálos sebet kap a Szászfenesi csatában. Ali pasa ostrom alá veszi várat. A magyar főméltóságok felmentő sereget követelnek. A bécsi haditanács tilt minden harcot a törökkel. Zrínyi megtámadja a törökök nyugati végvárát, Kanizsát, hogy mentesítse Váradot. Hiába. 1660. augusztusában Várad elesik. Hogy Várad a török kezébe esett, annyit tesz, a barbároknak megnyílt az út Magyarországot, Morvát, Sziléziát megrohanni. Az egész világ a Habsburg császárra tekint várakozva. A császár nem mozdul. Zrínyi cselekszik, várat épít Kanizsa ellenében. Zrínyi újvár védi Muraközt, egész Stájerországot és Karintiát. A haditanács viszont a török panasza miatt betiltja az építkezést. Ali budai vezér haddal fenyeget. Zrínyi újvár miatt felborulhat a fél évszázados Habsburg-török béke. 1663 elején apafi fejedelem titkos levélben tudatja a nádorral, Köprülű Ahmed nagy vezér be akarja hódoltatni a maradék királyságot. Haddal megy Magyarországra, ha nem rombolják le Zrínyi újvár. Hogy én vagyok a török szándékainak célpontja, nem tartom gyalázatnak, sőt, a legnagyobb dicsőségnek veszem. Zrínyi szervezkedik, készül a háborúra. 1663. szeptember elején szövetséget köt az ország főméltóságaival. Veselényi Ferenc nádor, Nádasdy Ferenc országbíró és Zrínyi Miklós horvátbán Magyarország védelmére szövetkezik. Ha mi, kik az országnak első oszlopai vagyunk, valami szabados úton elejét nem vesszük, végső romlásra jut az ég alatt ilyen híres, nevezetes, nemes nemzetnek az ő sorsa. Lippai György esztergomi érsek hozza meg a hírt, a pánikba esett bécsi udvar Zrínyit nevezi ki a magyar hadsereg főparancsnokának. Vatton hadiszemlét tartanak. Talán itt hangzott el, innen vitték szét az országba Zrínyinek a török fátum vagy a török áfium ellen való orvosság címmel ismert híres kiáltványát. Látok egy rettenetes sárkányt, mely méreggel, dühösséggel teli kapóul az ölében viseli a magyar koronát. Ez a rettenetes sárkán a török. Váradot, Jenőt tőlünk elvette. Erdélt koronánknak egy legszebbik boglárát felprédálta. Gázolja nemzetünket, országunkat, mint egy erdélyi kan a szépen plantált szőlőt. Én csak nem, mint egy néma, felkiáltok mindazonáltal, ha kiáltásommal elijeszthetném ezt a dühös sárkánt kiáltván, ne bántsd a magyart! Fegyver, fegyver, fegyver kívántatik, és jó vitézi rezolúció. Elfussunk!
Nincs hová. Sehun másut Magyarországot meg nem találjuk. A magyar főméltóságok a Nemzetközi Török Ellenes Szövetség megteremtése érdekében követeket küldenek a Rajnai Ligához. A Liga elnöke János Fülöp mainzi érsek segítségével megszületik a Nemzetközi Török Ellenes Összefogás. 1663 telén Hohenlohe generális vezetésével csapatokat küldenek Magyarországra. Zrínyi együttműködve a Rajnai Szövetség csapataival hadjáratot indít. Mélyen behatol a hódoltság területére, és 1664 elején felégeti a híres Eszéki hidat, elvágva ezzel a török utánpótlás útvonalát. A téli hadjárat sikereinek hírét Zrínyi Péter vitte meg Regensburgba. 14. Lajos francia király, 7. Sándor pápa, a spanyol király, egész Európa, mint a kereszténység szabadító hősét üdvözli őt. Zrínyi ostrom alá veszi Kanizsát. De kiderül, hogy nincs elég lőszer, az ágyuk rosszak, a katonaság ellátása botrányos, és kifutottak az időből. Köprülű Ahmed túlerőben lévő felmentő serege elől a Mura vonala és Zrínyi újvár védelmére húzódnak vissza. A török elkeseredetten támadja a várat. Az időközben főparancsnokká kinevezett Monte Cuccoli csak Stájerország és Asztria védelmének utasításával érkezik. Zrínyi újvárat feladják, és a nagyvezér leromboltatja. Birtokaim földúlva, jobbágyaim szétszórva, magam katonáimtól megfosztva az elpusztított, néptelen, az ellenség előtt nyitva álló Mura közben. Zrínyi tovább harcol, de látja, hogy hiába gyűlt össze már a 90 000 főnyi keresztény haderő. Hiába arattak a francia segédcsapatok segítségével győzelmet Szent-Gotthárdnál a nagyvezér felett 1664. augusztus 1-én. 10 nap múlva, anélkül, hogy a szövetségesek, vagy akár Monte Cuccoli is tudott volna róla, a Habsburg kormányzat békét kötött a törökkel. A vasvári béke néven ismeretes Habsburg-török megállapodás törvényen kívüliségbe szorította az országegység megteremtését, az állami szuverenitás célul tűző új magyar politikát. Az ebből az időből ránk maradt elmélkedés, ez a Zrínyi gondolatait összefoglaló írás hosszú távú politikát vázol fel. A közép-európai országok államszövetségének alapelveiről beszél. Jó volna a szomszédországokkal való liga, azaz konföderáció, Morvával, Csehországgal, Lengyelországgal és ezekhez hasonlókkal. Régi időtől fogva várakoznak ők ilyen alkalmatosságra. De fel kell tenni mindenkor ilyen nagy dolgokban és konföderációhoz való kérdésben, hogy azoknak az nemzeteknek, az kik akarják, vagyon-e egymáshoz igaz szeretetük? Nem szenvedett-e egyik a másiktól injúriákat? Mindezen szomszéd országok a magyarok túl, mind a magyarok azok túl sokszori és sokféle injúriákat szenvedtek el. Az elmélkedés a közép-európai országok egységét kereskedelmi szerződéssel, közös, megreformált parlamenttel véli megvalósítani. Gondolatai a modern Európát vetítik előre. Azt tanultam a históriából, hogy helyesebb a dolgokat más nemzetek méltó panasza nélkül irányítani. Nem alattomban való módokkal, hanem másoknak is tudásával keresi és találja fel útját a magyar nemzet maga előmenetelére. Így más nemzetek nem panaszkodhatnak ellenünk. Méltóbb és illendőbb dolog, s legigazabb út is országok gyűlésében egyező értelemmel minden közjót illető dolgokat végezni.
1664. november 18-án a kursaneci erdőben a Közép-Európa jövőjéről történelmi hitelű koncepcióban gondolkodó államférfira sújtott le a váratlan halál. Zrínyi életműve tovább él a magyar irodalomban. Politikája történelmi igazolást nyert az országot visszafoglaló török ellenes háborúkban, a reformkor politikájában, a Dunatáj országait konföderációval összefogó próbálkozások, a nemzetet jobbító, megújító mozgalmak lezárhatatlan láncolatában. Véghöz vittem immár nagy hírű munkámat, melyet irigy üdő, sem tűz el nem bonthat, sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat, sem az nagy ellenség, irigység nem árthat.